Kozma József tiszteletére, születésének 150. évfordulója tiszteletére rendezett kamaratárlatunk megnyitóján. Nagyon-nagyon örülök, hogy ilyen sokan jöttek el együtt emlékezni és ünnepelni Kozma Józsefet, illetve Kozma József művészetét. Amikor a kiállítás megrendezésének a gondolata fölmerült, az, hogy tulajdonképpen Kozma Józsefnek azokat a képeit szeretnénk mostani alkalommal bemutatni, amelyek magángyűjteményekben vannak, és amelyek nem, vagy soha, vagy nagy ritkán kerülnek nagy közönség elé, és nem gondoltam, hogy ennyire nehéz feladat lesz. Volt olyan időszak, amikor teljesen el is keseredtem. Ugye Kozma Józsefnek igazán nagy gyűjteményes kiállítása nem sok volt, hiszen a 1948-ban, amikor a Kossuth díjat megkapta, akkor a Nemzeti Szalonban rendeztek számára egy nagy gyűjteményes kiállítást, majd halálát követően 1950-ben itt a Megyeházának, a közgyűlési termében, amit ma díszteremnek hívunk, ott volt egy nagyobb kiállítása. Aztán ugye a hagyatéki anyagából megrendezték itt a Kozma József Múzeumban az állandó kiállítását, a Nemzeti Galériában is kapott helyet az állandó kiállításban, és ezt követően csak 2006-ban Szinnyei Merse Anna művészettörténész rendezett kiállítást Kozma József főműveiből, amelyet köz- és magángyűjteményekből állított, szereplő képekből állított össze. Sajnálatos módon ez a kiállítás csak alig néhány napig ért, kevesen láthatták, és emiatt is külön jelentősége van ennek a jubileumi tárlatnak. Nagyon nagy elkeseredésemben, amikor a magángyűjteményekben igyekeztünk a képeket összegyűjteni, tulajdonképpen Szabó Antal gyűjtő volt az, aki tovább lendített, és akinek itt most külön szeretném megköszönni a segítségét. Mégiscsak létrejöhetett. És külön köszönettel tartozom valamennyi gyűjtőnek, aki akár inkognitóban maradt, akár kérte, hogy nevét helyezzük el a magántulajdonában lévő képe alatt, hogy ideadták a képeiket, hogy ezt így együtt csodálhassuk és élvezhessük. És még köszönettel tartozom mindazon embereknek, akik támogatták anyagilag ennek a kiállításnak a létrejöttét. Talán 2010-ben nem is gondoltuk volna, hogy a kultúrának és a múzeumi életnek olyan nehéz periódusa következik be, mint ami 2011-ben bekövetkezett, és ebben a nehéz helyzetben, ha szerény mértékben is, de akadtak emberek, akik támogatták az ügyet, hogy a múzeum működhessen, a napi feladatellátás véget tudjuk hajtani, és tulajdonképpen, hogy a kiállítás is megrendezésre kerülhessen. Nagyon nagy öröm számunkra, hogy valójában itt állnak a képek, illetve majd azt gondolom, hogyha az emlékező műsorunk, illetve a szakmai méltatás megtörténik, akkor önök birtokba vehetik a termet, a képeket és mindazt az üzenetet, amelyet ez a terem számunkra eljuttat. Kérem, hogy Kozma József születésének 150. évfordulójára emlékezve, és tulajdonképpen arra gondolva, hogy Kozma József hazatér, hallgassák meg Andor Csilla énekesnő, a Lajta László Zeneiskola tanárának népdalát. Hey, ho, is a
Múzeum és Köznevelődési Központ igazgatója, és aki, amikor a kiállítás rendezésben elakadtunk, akkor bölcs tanácsaival és finomény felételeivel segített bennünket. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Furcsa lesz, hogy egy kis készfányzat a mikrofon, mindegy. Nagyon szeretettel köszöntök mindenkit, és egy picit zavarban vagyok, és a zavaromban mindenképpen a jelenlévő sajtóképviselői is fokozták, hiszen nagy mind a kettő föltette a kérdést, hogy milyen alapon, milyen jogon jön ide Vásárhelyről bárki is, és kezdve a Kossza Józsefről érdemben bármit mondani. Nem akarom elismételni azt, amit elmondtam, talán a helyi tévés rádió majd leadja, és akkor meghallgatják, hogy hogyan mentettem ki magam, de mielőtt a kiállítást átadnám önöknek, azt gondolom, hogy nem árt néhány gondolattal magáról, Kossza Józsefről is beszélni, és arról, hogy miért fontos, miért érdekes és miért izgalmas ez a kiállítás. A kiállítás címe az, hogy kenni muszáj, és a címválasztás azért esett erre a kifejezésre, mert ezt maga Kossza József használta számban beszélgetésben a kollégákkal és a barátaival. Ezzel mintegy a saját hitvallását is megvallotta, azaz, aki festőművész, az azért lett festő, hogy képeket fessen, és így módon fejezze ki egyet a saját érzéseit, másrészt reflektálja a körülötte lévő világra. Hogy Kossza ezt hogyan tette meg, hogyan sikerült neked a későbbekben, meg néhány hónapra fejteni. Az apropó, amiért ebben az évben rendeződött meg ez a kiállítás, az, hogy 150 éve született, amire ezt az igazgató is elmondta, Brassóban született, városi gyerek volt, tehát az, hogy végül Szentest választotta szüket hazájának, ez egy nagyon érdekes és izgalmas vizsgálandó kérdés, hogy miért döntött Szentest mellett. Azt lehet tudni, hogy már 15 évesen szobafestést és mázolást tanult, tehát egyfajta szakmai elkötelezettség már ekkor bontakozott benne, majd látva azt, hogy ez nem igazán lehet az a fajta kifutási lehetőség, amire ő vágyik, elszegődött egy fényképészen, és a fényképek színezésével foglalkozott, majd ezt olyan mesterségfokra vitte, hogy annyi pénzt össze tudott magának gyűjteni, hogy aztán 1882 és 83-ban kiment egy bécsi tanulmányútra, majd onnan visszatérve tudjuk róla, hogy 1885 és 88 között különböző megszakításokkal Budapesten a Mintarajziskának volt a hallgató, és ott szerezte a szakmai alapokat. Ezt követően 1891 és 95 között Münchenben tanul. Münchent azért érdemes picit kimondani, hogy miért München, mert általában arra gondolunk, hogy Párizs volt ekkor a művészet központja. Ez így kimondva egy kicsit torz kép, hiszen a párizsi művészeti élet rendkívüli való emelkedését azt tulajdonképpen az impressionistáknak köszönhetjük, akik akkoriban nem voltak szívesen látott, vagy üdvözölt művészek magában a Párizs városában, viszont a szakma, bárki, aki meg akart tanulni festeni, vagy művészi akart lenni, az általában Münchenben kötött előből utól ki, mert ott voltak abban a korban a legrangosabbnak számító művészeti iskolák. Tehát ha valaki Münchenben jár bármelyik művészeti képzésbe, arról biztosra vehetjük, hogy a szakmának abszolút ismerője és a szakma minden csinyát-vinyát bíró művész lett belőle. Kosztára is ez történt, majd onnan visszatérve 1896-ban még Bentről Urának iskolájában dolgozik és tanul, és hogy hogyan döntés választottál a majdani lakóhelye kérdésében, itt van egy nagyon fontos dátum, ez pedig ugyanez az év, 1896, amikor rokonokat látok, aki lemegy a Sárvédre, és ekkor fogja őt meg az Alföld világba, ekkor már látható az, hogy ez a táj az itt élő emberek lelkisége mennyire reflektált Kossza lelki világára is, de még van egy kunkor, amelyet mindenképpen hangsúlyoznunk kell, ez pedig a nagybányai festőművész telepen való megjelenés és fennforgás, hogy egy ilyen nagyon csúnya szót használjak. Azonban Kosztával elmondják a kortársak, hogy nagyon magának való ember volt, tehát hiába működött a nagybányai festőművész telep nagybányán, Kossza nem itt töltötte a napjait, hanem a szomszédos felső bányán dolgozott 1902 és 3-ban, és ott festette a nagybányai tájat, és választott olyan témákat, amik nem igazán voltak szinkronban vagy összhangban nagybányán készült művekkel. Hogy mégsem lehet a nagybányai periódust egyértelműen kizárni az életművéről,
azt a korai munkák jelzik, itt egyetlen ilyen művet sem lehet látni, általában ezek nagyon ritkán lehet látni, mert nem jellemzően, nem a késői poszták képete jellemző világban készültek, de az egyértelműen látható ezekről a nagybányán készült festményekről, hogy Ferenczi Károly a nagyon jó szakmai viszonyban lehetett, hiszen az általa készített képek megoldásmódja, a fényárnyék viszonyoknak a használata az a Ferenczi képeknek a világát idézi, tehát egyértelműen kimondhatjuk azt, hogy Ferenczi Károly nagyon nagy hatással lehetett Kosztára a nagybányai évek alatt. Az egy másik érdekes kérdés, hogy amikor Réti István, a másik tegyelmős nagybányai művész megírja a nagybánya történetét, akkor Kosztát meg sem említi benne, tehát annyira érezték a kortársak is, hogy nem tartozott közéjük, hogy a nagy opuszban nem került említésre Kosztá a neve. Igazából a nagybányán és a nagybányai megoldás módon készült képekben már azért érződik az a nagyon tehetséges, nagyon intenciós festő, akit a mostani diákosban is az egyes művek kapcsán megismerhetünk, hiszen olyan megoldásokat, olyan képkivágatokat alkalmaz, amelyek aztán később a késői munkákban válnak igazán kristályos alkotásokká. Köszönöm, hogy eljöttél.